Lackfi János, a hajlékkészítés zsoltára. Uram, mi a te híveid roppant rendes gyerekek vagyunk ám. Lehozunk téged az égből, bebugyolálunk öblítő illatú ruhácskákba, megédesítjük a papit is, amivel megetettünk, nehogy elcsapd a kis haskódat. Csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak. Ott majd minden habos márvány lesz, meg csipicsupa aranyozás. Meg ájtatos tekintetű szentecskékkel pakolászuk tele a főhajót, legyen mivel játszanod. Ha unod magad, zenélünk is neked pihepuha zenéket. Minden esetre semmi olyasmit, amire egyébként szívesen rángatózunk örjöngve a fesztiválokon. Maradj csak meg, uram, a te kis álomvilágodban. Csíja, csicsíja, majd mi elringatunk. Suttogva motyogunk neked szép szavakat, és engedelmesen ráfeleljük a zsoltár válaszokat. Egyszerre vetünk keresztet, mint a kis katonák, és dehogy szólunk vissza pimasz hangsúlyjal, mint szeretteinknek otthon négy fal között. Dehogy hánytorgatjuk fel a sérelmeinket, dehogy kelünk ki fröcsögve magunkkból, hogy lepofozzak, te büdös kölyök, vagy hogy fogja be a száját, anyuka, mielőtt rálépek, vagy hogy inkább főzni tanulnál meg, te utolsó. Nem, uram, a te házadban minden olyan szelíden megy és olajozottan. Még a rózsikát is csak halkan mószároljuk, amiért rosszul vasalta ki az oltárterítőt, és megint nem oda tette a virágot, ahova illik. Nem azért mondom, atyám, de tudnék én magának mesélni erről az ájtatos asszony szeméről olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm, a füle is ketté állna. És miután rózsaszín babaszobádat ilyen szépen berendeztük, uram, nehogy találkoznod kelljen a valósággal, te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz a világban. Nem maradsz meg a jó kis kereteid közt. Én ezt nem is értem, uram. Hát mi mindent megadtunk neked. Öntettünk harangot, hogy az órát se kelljen nézned, építettünk orgonát, hadd bugjon érzelmesen a füledbe, erre te meg szabadon kúszálsz olyan utcákon, ahol még az átlagembernek is veszélyes egyedül járnia. Nemhogy neked, akit eddig pátyolgattunk, mindent alátettünk. S tessék, így hálálod meg nekünk. Szóba elegyedsz a pénzváltókkal, a vágott arcúakkal, az illegálisokkal, és össze-vissza ölelgeted őket. Még félreértik, uram! Te nem tudod, micsoda rettenetes félreértések vannak a világon. Ha már valakit ölelgetned muszáj, hát babusgass minket! Eleget fáradtunk érte, megérdemeljük. És ezt most minden beképzeltség nélkül mondom. Uram, te odaheveredsz az utcalányok mellé, és törölgeted a maszatos könnyeiket. Pedig valaki benézhet az utcáról, és mit lát? Isten a bordélyban! Ez rettenetes szalagcím! Ennek nem tehetsz ki minket! Vajon gondoltál erre? Hogy honnan jössz? Hová tartozol? Hozzánk tartozol. Tartozol nekünk. Erre azoknak a szemérmetlen szerencsétleneknek a vállát simítod, mintha a koszos porontjaid lennének. És a csuda egye meg még csak nem is azon járatod az eszedet, ami mi járatnánk hasonló helyzetben. Csupa szívjóság vagy meg részvét. Hát meddig mész még el, azt mondd meg, uram? Meddig? Mert mi kezdünk torkig lenni a te végtelen jóságoddal. Csak egy kicsit lennél esendőbb. Csak egy kicsit gondolnál a látszatra meg az illendőségre, de nem. Fütyülsz az egész renomédre, amit olyan kinkeservesen építgettünk évezredeken át kártyalapokból. És odadőlsz az utcapadra, a koszba, a hajléktalan mellé, és eszünkbe juttatod, hogy nálunk pince, padlás, teli van cuccokkal. Ő meg két szatyorban hordja az életét. Hogy mi tonnaszámra gyártjuk a szemetet, és idegesek vagyunk, ha nem szállítják el azonnal a szép kis házunk elől, ő meg a mi szemetünkből él. Megpróbál eltakarítani utánunk. Lám, mekkora mocskot hagyunk a föld nevű táncteremben. Mennyi maradékot haigálunk ki fene nagy jó módunkban. Uram, te nem törődsz a kosszal, a fertőzés veszéllyel, az élősködőkkel. Átmásznak rád esetleg. Persze, tudom, őket is te teremtetted valahogy. Akartam is már kérdezni ugyan minek. Mi remekül ellennénk. Bacillusok, poloskák, tetvek, bolhák, egyebek nélkül. Fene az ízlésedet. Szerintem a hajléktalanok is jól ellennének ezek nélkül. De hát te tudod, te vagy a főnök. Bár ezt elég nehezen nyeljük le. Mi, a te híveid, akik hívek vagyunk ugyan hozzád, de azért mindennek van határa. Odadőlsz a mellé, az árva fickó mellé, és mindenféléket duruzsolsz a fülébe. Szédíted, hitegeted, mennyei királysággal kábítod.
ezerszer újra pörgeted vele veszteségeit, és megsiratod mindet. Házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést. Mi mindent lehet elveszteni, te jó ég! Mi mindent lehet megszerezni, te jó ég! Közben igazából csak szétpergő homok maradt kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet, Uram, te pedig megcsalsz minket. Ott heverészel úri kedvedben, a hidegben, azzal az emberrel ott a padon, és bennünk nincs elég bátorság, hogy oda heveredjünk mellé. Hogy oda heveredjünk melléd. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Az iménti verset Lackfi Jánostól, Kerényi Rékától hallhattuk. A Fehérvári versünnep 12 döntőse között van, ugyanis Réka. A mai Fehérvári Beszélgetésekben két döntőst ismerhetnek meg. Köszöntük itt a stúdióban téged, Réka. Köszönöm. Lackfi Jánosnak a versét mondtad, a Hajlékkészítés Zsoltára című versét, ami nekem így... hallatszódott, hogy ugye nagyon hosszú ez a vers. Mennyire volt nehéz megtanulnod ezt a verset? Hát első ránézésre valóban hosszúnak tűnik, de amikor elkezdtem tanulni, a sorok csak tényleg így egyértelműen jöttek egymás után, és ezért nem volt olyan nehéz. Hogyan választottad ezt a verset? Kedvenc költőid között van Lackfi János, aki ugye azért hát kortárs költő, úgyhogy sok jó költeményét olvashatjuk. Szeretem a verseit, viszont ezt a verset nem én választottam, hanem az irodalomtanárom, Ferenci Noémi, aki egyébként a versünnepre való felkészülésben is segít. Amikor először meghallottad, hogy ezt a verset kell, vagy megláttad, hogy ezt a verset kell mondanod, akkor mit gondoltál róla, mennyire tudtál azonosulni ezzel a versével, vagy hát magával a költővel? Első olvasásra nem igazán értettem, hogy miről szól. Amikor új verset kapok, új fajtát, vagy új hangulatot, akkor mindig megrémülök egy kicsit tőle. De több egyszerre olvasva már egészen sokat meg tudtam belőle érteni, és nagyon fontosnak találom a mondani valóját is. És akkor már gondolom, amikor már megértetted, akkor már könnyebb volt így a hangsúlyozás is, hogy hová kell tenni ebben a versben a hangsúlyokat, vagy ebben mennyit segített neked a Ferenci tanárnő? Azt hiszem, hogy az alapokat éreztem, hogy tényleg az ilyen... Szóval megérezted, hogy hova kell? Megéreztem nagy részt, hogy hova is kéne tenni a hangsúlyokat, és aztán nyilván finomítottunk rajta a tanárnővel. És akkor így az elsajátítása az nálad hogyan működött? Sokszor kellett elmondani, tehát így memorizáltál, vagy pedig szakaszonként kellett? Hogyan nézett ki nálad így a versnek az elsajátítása? Szakaszonként tanultam is, meg próbáltam értelmezni, mert ugye vannak a versnek különböző tényleg szakaszai, amik felbontják, és ezeket a szakaszokat szedtem külön, és így. Mit üzen szerinted ez a vers így nekünk, akik hallgatjuk ezt a verset, vagy olvasuk ezt a verset, vagy neked akár, aki elmondod ezt a verset? Hát azt, hogy nem minden az, aminek látszik, meg aminek várjuk. Mert ugye a versben igazából Istenről, és talán az egyházról volt szó, és hogy Isten nem csak az egyházban való, tehát nem csak a hívőkkel foglalkozik meg, akik tesznek érte, hanem mindenki mással is. Hányadik versünneped volt egyébként? Hányadszorra indultál el ezen a megmérettetésen? Idén indultam másodjára. És akkor tavaly volt az első, amikor voltál? Igen. És tavaly hogy sikerült? Mit tudhatunk a tavalyiról, és milyen verse voltál tavaly? Tavaly egy Vörös Sándor verset vittem. Nem volt könnyű, mert én ezelőtt nem igazán foglalkoztam a versekkel, nem nagyon mondtam verset, viszont a tanárnő bátorított, és sokat jelentett, mivel ugyan nem... Én nem mondtam verset, de nagyon szívesen hallgattam őket előzőleg, így a versünnepet. És csak néztem mindig a szereplő, vagy a versmondókat, hogy milyen csodálatos, amit ők ott a színpadon létrehoznak.
és soha nem gondoltam, hogy lesz hozzá merszem, hogy egyszer én is ott álljak. És aztán lett merszed, és most már másodszorra is ott álltál. Milyen érzés egyébként szerinted így, amikor ott állsz a zsűri és a közönség előtt, és elő kell adnod egy verset, teljesen át tudsz lényegülni így a versbe, vagy pedig azért észreveszed a közönséget és a zsűrit is? Az idei évben meglepő, de idén volt talán egy kicsit nehezebb, mert tavaly kiálltam a színpadra, és igazából eltűnt a közönség, és csak mondtam a verset, és nagyon át tudtam szellemülni. Az idei évben ez kicsit nehezebb volt. És mit gondolsz arról, hogy bejutottál a döntőbe a 12 közé? Nagyon örülök neki, mert csodálatos emlékeket, és tehát csodálatos emlékeket szereztem a tavalyi évben is. Mit tudhatunk rólad egyébként? Hányadik osztályos vagy, melyik iskolába jársz? Mi szeretnél lenni majd? A Ciszterci Szent István Gimnázium 11. évfolyamos tanulója vagyok, és egyébként dietetikus szeretnék lenni, vagyis most egyelőre ez van tervben. Akkor így a versekkel nincsen más terve, csak ez, hogy nem, megmérettesed magad a többi nagyon jó verselő között? Igen, és igazából az önbizalom szerzés is azt hiszem eléggé nagy szerepet játszik ebben, hogy tényleg legyen bátorságom több. Igen, és akkor is szerepelni a mások előtt. Igen. A következő vers, amivel készülsz majd így a döntőre, arról mit lehet tudni? Van-e már, kiválasztottad, de már tudom, de már, hogy mivel fogsz készülni? Igen, egy Dzsida Jenő verssel fogok indulni a döntőben. És ezt a verset, ezt te találtad, vagy ezt is a tanárnő? Ezt is a tanárnő. Egy kicsit, hogyha a versről tudnál nekem mondani valamit, hogy annak milyen a témája, ugye Laszkvi János Isten, tehát Isten idéző verset írt, és akkor Dzsida Jenőtől milyen verset hozol? Ez egészen más hangvételű, azt hiszem, más témájú, de kíváncsi leszek, hogy milyen reakciókat vált majd ki. Elkezdtétek már ezt így a tanárnővel tanulni, vagy pedig a mentorral együtt? Tanulni már elkezdtem, viszont ezt kizárólag a mentorral fogom azt hiszem feldolgozni. Mit vársz egyébként így a mentorral való együttműködéstől, hogy mi mindenben tud neked majd segíteni? A tavalyi évben rengeteg újabb szögből tudtam hozzáállni a versekhez, hogy sokkal mélyebbről kell indulni a megértésben, mint ahogy én azt gondoltam, és rengeteget épültem ezekből az apróságokból. Úgyhogy az idei évben is igazából ezt várom tőle. Úgyhogy így a mentorral egy kicsit elemzitek is a verset, gondolom én, hogy mit gondolhat a költő, amikor leírja azokat a gondolatokat. Igen. És akkor a mentor abban is segít, hogy így hol legyél halk, hol legyél kicsit hangosabb, hogy hogyan kell a hangoddal bánni? Igen, az elejétől a végéig rendesen át volt tavaly beszélve a versmondás, meg a vers, úgyhogy gondolom idén is hasonlóan lesz. Így az előadó művészet terén mit mondanak? Tehát, hogy mennyire kell mondjuk olyan igazán színészien előadni, vagy nem tudom, tehát mennyire fontos szerintük, vagy szerinted az, hogy mimika legyen hozzá, hogy amit lát a közönség, az egy kapcsolódjon a vershez. Nem vagyok olyan rutinos ebben, viszont azt hallottam, hogy versmondásnál kevésbé kell így ezt a színészi dolgot belevinni, bár nem biztos, hogy így van, de én ezt hallottam, és hogy ugye az ilyen nagy kézmozdulatok, vagy ilyen nagyon erős mimika, az nem feltétlenül fontos, vagy nem feltétlenül pozitívum. Vagy inkább az lehet, hogy talán túljátszásnak, vagy az már inkább a színészkedés felé megy el, a versmondástól pedig távolodik. De hát nem tudom. Mit gondolsz egyébként a zsűriről, akik ott értékelnek benneteket, és majd értékelni fognak a döntőben is? Mennyire fontos az, amiket ők mondanak neked? Mindenképpen fontos, és megfogadom azokat a dolgokat, meg figyelek azokra a dolgokra, amiket mondanak, amiket hallottam tőlük. Szerintem nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a véleményüket. És akkor ugye a döntő az most már nem sokára lesz, április 6-án. Mennyire izgulsz így a döntő előtt? Ugyanolyan dolgok munkálkodnak benned, mint az elődöntő előtt?
talán annyira egyelőre még nem izgulok, mert még egy hónap, kevesebb, mint egy hónap, de azért még van hátra, és nagyon sok minden van, ami miatt még izgulhatok előtte, úgyhogy egyelőre még nem. És akkor majd az utolsó pár hétben, vagy egy hétben meg gondolom, hogy már minden nap elő fogod venni ezt a verset. Majd akkor. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Nagyon sok sikert kívánunk neked így a döntőben, és az életed során is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Pilinszky János, francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopoczani, hogy szinte földbe nőtt. Körülkutatva éppen visszanézett, s hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen. Akármi lesz is, nem mozdulatább. S már ette is, már falta is a répát, mit úgy lophatott rongyai alatt. Nyers marha répát evett, de a torkán még alig ért lejött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyeret, mely úgy tapadt a szájra és úgy adott, hogy maga is evett. Az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és dühött szégyenét, amint a végső összetartozást is önnön maguktól kell, hogy elvegyék. Az állati a makogó örömről a suta lábát, ahogy lemaradt, és semmisülten kuporgott a testnek vad gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását. Azt veledném egyszer. Ha fuldokolva is, de fal tovább, és egyre még, és mindegy, már akármit, csak enni bármit. Ezt-azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte. A szomszéd fogoly táborból szökött. S én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetembe nézek, és idézem. Csak azt feledném, azt a franciát. S a fülemből, a szememből, a számból a heves emlék forrón rám kiált. Éhes vagyok! S egyszeriben érzem a halhatatlan éhséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, se földi táplálék nem csillapít. Belőlem él, és egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki. Ki ellett volna bármi elességen, most már a szívemet követeli. Pilinszky János francia fogoly című versét Brunner Mátyástól hallhattuk, aki szintén a fehérvári versünnep 12 döntőse között van. Köszöntelek itt a stúdióban nálunk. Pilinszky János, tehát a francia fogoly, ugye ez a verse, vagy ez a címe a versnek. Miért pont ezt a verset választottad, és miért pont Pilinszkyvel készültél? Egy éve az iskola rádióban a holokauszt megemlékezésen kellett mondanom egy verset az iskola rádióban, és arra az alkalomra választottam ezt a verset, és a magyar tanáromnak, Ferenci Noémi tanárnőnek annyira megtetszett, hogy mondta, hogy nekem jövőre ezzel indulnom kell a versünnepen. Na, vére olyan, aki tényleg így maga választja a verset. Hogyan került egyébként így a látókörödbe ez a vers? Egyáltalán Pilinszky János, ő az egyik kedvenc költőd, mondhatjuk így, vagy szereted nagyon az ő művét? Egy éve, amikor keresgéltem a holokauszt megemlékezésre verseket, akkor hát nem volt olyan hihetetlenül nagy a repertoár, amiből választottam, mint elsőnek hittem, és ezek közül is a számomra a legkiemelkedőbb költő az Pilinszky János volt, és miután
megtaláltam ezt a verset, utána jobban is belástam magamat Pilinszky János költészetébe és életébe, és azóta mondhatni, hogy az egyik kedvenc költöm, de mindenképpen talán ő áll leginkább a szívemhez közel. Mennyire nehéz szerinted ezt a verset megtanulni, elsajátítani, előadni? Megtanulni nem nehéz, viszont átadni úgy, hogy az elérje azt a megfelelő célt, amit az előadó el szeretné érni, az elég nehéz. Mi ez a cél, amit szeretnétek elérni, amikor a hallgatóság elé tárjátok a műveket? Át kell azt adni, hogy ami akkor történt, az a ember, másik embernek az állati sorba való ledöntése, hogy a teljes megalázás és semmibe vetvése. Mennyire volt nehéz neked a zsűri előtt, hogy a közönség előtt ezt így átadni, ezt az üzenetet? Mennyire kapcsoltad el magadat a közönségtől, és belezárkoztál a versbe? A közönség miatt annyira nem izgultam, a zsűri miatt sokkal inkább. Tehát a zsűrik miatt izgultam főleg, és tőlük nem is tudtam úgy elszakadni. Tehát végig izgultam, miközben előadtam, és a zsűrit pászkáztam a szemeimmel, hogy a reakciójuk. Az úgy elég nehéz lehet egyébként, hogy így valamit elő kell adnod, de közben azért ott van tényleg a külvilág, akinek előadod. Úgyhogy nem lehetett olyan könnyű. Hogyan tanulod egyébként a verseket, vagy ezt a verset hogyan tanultad? Szakaszonként, értelmezve? Nálam ez általában úgy működik, nekem ez sok idő kell, mert nem tudok leülni és így egyszerre megtanulni az egészet, hanem leülök, olvasogatom, elolvasom 4-szer, 5-szer, akár 6-szor, 7-szer, 8-szor, 10-szer is, és így egyszer csak így az emlékezetembe, így az egész vers így egybe, így beleolvad. Mennyire van benne egyébként így egy-egy vers, mondjuk ez a vers az azt megelőző időszakban, vagy majd a következő, amit majd a döntőd, tehát mennyire képez így a napjaidnak a részét egy-egy versnek a gondolatisága? Hát, amikor az előadás előtt voltam, akkor éjjel-nappal ezzel a verssel keltem, aludtam, ezt mondtam mindig, amikor volt egy kis szabadidőm, és olyankor teljesen sokkal inkább beleéltem magamat, és a napjaimat is úgy éltem, hogy egy kicsikét így átszellemültem, hogy készüljek arra, hogy nekem ezt megfelelően elő kell adnom. Mit lehet tudni rólad egyébként? Hova jársz, melyik iskolába, hányadik osztályos vagy? 11. C-be járok, és Ciszterci Szent István gimnáziumba. Egyébként Csákberényben lakok. Ez egy kis falu, nem messze Székesfehérvártól. Mi szeretnél lenni, hogyha még idősebb leszel? Pontos terveim nincsenek, de már vannak ötleteim. Ilyen például a tanár, vagy ha nem tanár, akkor valamilyen pénzügyi pályára szeretnék menni. Az, hogy most a versőnepen elindultál, az miért, hogy történt? Mondjuk már nyilván mondtad, hogy a tanárnő, hogy mindenképp indulod kell, de hogy volt benned is egy ilyen késztetés, hogy elinduljál? Én kiskorom óta nagyon sok ilyen rendezvényen mondtam verset, és amikor ide kerültem 9-ben Székesfehérvárra, akkor nem mertem foglalkozni a szavalással, mivel hogy féltem, hogy nem tudok olyan szintet hozni, mint ami Fehérváron illik. És emiatt kellett hozzá a tanárnőmnek a noszogatása. Tehát én magamtól nem indultam volna el. És most, hogy már azért tudjuk, hogy akkor jól megy neked így a verselés, meg az orgánumod is megvan hozzá, így nem gondolkodtál azon, hogy mondjuk itt amatőr színjátszásba kezdjél, vagy hogy esetleg valami más színjátszós terveid nem volt? A színjátszó, azt már elkezdtem régebb óta. Tehát azt már 10. eleje óta csinálom, tehát lassan 2 éve. És azt nagyon élvezem, és még azt mindenképpen tervezem folytatni a jövőben is. De így mondjuk a színművészetire nem, ilyen terveim nincsenek. És ilyen amatőr színjátszóban játszol? Azt viszont nagyon élvezem, igen, és igen, az iskola ilyen diák színpad. Na hát ez nagyon jó, akkor ott is az előadó művészetet azért igen. Gyakorolhatod. Mi a következő vers, amivel készülsz a döntőre, megvan-e már, te választottad-e? Hát van most egy vers, amin nagyon gondolkozok, de ez még nem 100%, ez inkább ilyen 80%, mert lehet, hogy még addig találok valamit, meg az, hogy a mentor mit mond, hogy ez megfelelő, az is attól függ, de egyébként most a Juhász Gyula Trianonon gondolkozok nagyon, amit egyébként a tanárnő választott nekem, viszont nagyon
Tehát ez egy olyan vers, amit nagyon szívesen elmondanék. Az üzenete miatt is, meg az egész trianoni hangulat miatt. Akkor még ez a vershez nem nyúltatok úgy hozzá, kiválasztottátok, de megvárjátok a mentort, hogy igen, meg szeretném vele várni. Mit vársz egyébként így a mentortól, hogy mit fog tudni neked pluszt, pozitivitást, bármit adni? Hát nekem igazából motiváció kell, és hogy tereljen azon az úton, hogy egy megfelelő minőségű előadást tudjak produkálni. És akkor én nem tudom, mert nekem nem volt mentorom sohasem, de hogy ilyenkor nyilván így hallgatsz rá, ugye? Hogy igen, igen. És akkor próbálja az ember, gondolom én, ugyanúgy elmondani a verset, ahogyan azt a mentora gondolja. Hát, a hangsúlyokat meg kell tanulni, hogy hova kell tenni, gondolom én. Hát a hangsúlyt azt az elsőnek próbálom úgy megtanulni, hogy ahogy én elmondanám, és azon kell változtatni, még azon csiszolni. És viszont amit ott mond a mentor, arra mindig hallgatok, és próbálom úgy csinálni. Mit gondolsz egyébként így a zsűriről, akik ott fognak majd állni akkor is, vagy ott fognak ülni majd akkor is, és hallgatni téged a döntőben? Mennyire félsz attól, hogy egy zsűri előtt kell előadni a művet? Attól félek, igazából, mert most már azért elég jó visszajelzést kaptam a zsűritől, tehát nekem az volt a legfontosabb, hogy a zsűri milyen visszajelzést ad, nem is az, hogy tovább jutok. De most attól félek, hogy nem fogom tudni megütni azt a lécet, amit már egyszer oda tettem, és szeretném, hogy nem szeretnék csalódást okozni a zsűrinek. És akkor így nyilván az is benne van a pakliban, hogy te nyered meg, akkor viszont mi történik így, vagy mit gondolnál arról, hogyha te nyernéd meg? Ez milyen elismerés lenne számodra? Hát ezzel még nem is gondolkoztam úgy igazából, tehát ez még nem futott át a fejemen, hogy mi lenne, ha én nyernék. Hát biztos, hogy nagyon örülnék, de sok barátom van, aki még tovább jutott, úgyhogy annyira nem lennék elragadtatva az egésztől, hanem inkább nekem az sokkal nagyobb öröm volt, hogy tovább jutottam a barátaimmal együtt. Igen, sok ciszteres diák, és így neked is két osztálytársad is tovább jutott a döntőbe. Így egymásnak a verseit mennyire ismertétek meg egyébként az elődöntő előtt? Nagyon sok instrukciót kaptunk egymástól, tehát ezerszer meghallgattuk a másikat, és pozitív, negatív visszajelzést adtunk egymásnak mindig. Akkor ez ilyen bátorító is lehet, hogy most még ketten ott lesznek veled ezen a döntőn. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a stúdióban, egy kicsit jobban megismerhettünk téged, és sok sikert kívánunk neked majd a döntőben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A fehérvári beszélgetéseknek két vendége volt ma, Kerényi Réka és Brunner Mátyás, a fehérvári versünnepnek az két-két döntőse a 12 közül. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!